Egyébként, ha már a kombinatív játékot kihagytuk ebből a gól összefoglalóból, eszembe jutott, miközben néztük, hogy, és te említetted a német-argentin meccset, hogy ott aztán volt tanárdiák foci az argentinok kárára egy-két alkalommal, amikor kigurították őket. Ez kétségtelen, hogy ez a fiatal német csapat, és ez meglepetés mondom, mert azért nem árt nemzetközi szintéren beérni. Szóval azért én nem tudom, te hogy gondolkozol, hogy mennyivel voltál jobb játékos, Tibi, 25 évesen, mint 20 évesen? Hát, hozzájuk képest nevetséget voltam. Hozzájuk képest más sokkal világ, jobb volt. Más hogy világ, ez nem kérdés. Már. Mennyivel tudtál többet semmivel. 25 évesen, mint 20 évesen? Sokkal. Klasszis. Hát, ez a lényeg. Ehhez mérten messze túl teljesítettek. Na most azért egy valamit ne felejtsük el. Nem került be az argentin válogatottba egy Zanetti, azért mert neki az a véleménye egy jobboldali pártról, ami egész más, mint a Maradonának. Röhely. Hát tényleg letépem az arcomra a bőrgényét. Bekerül egy Veron, aki azért, mert ugyanarra a pártra szavaz, mint Maradona, de most kiderült, hogy tolókocsival se tudott volna menni, le kellett ültetni a padra, mert teljesen használhatatlan volt. Nem került be az a Colocini, aki, én nem mondom, hogy egy minisztrás gyerek, mert az szépen oda teszi, de a ő rá... Tibi, ezt ki fogja adni könyvben az a bajita? Most nem lehet, hogy miket mondasz. Tehát nem, azt mondja, hogy kezdem úgy, hogy a Zanetti Colocini, egyszerűen nem mondok semmit, neki ott van a helye. És kimarad, mert jól indultak egy Samuel, aki azért mégiscsak megnyertek bajnokcsapatok Európa kupát, én még a régi néven hívom őket, olasz kupát, olasz bárs, az ég egyet a világon mindent. És lett egy olyan védelem, amire egymásnak mutatkoztak, hogy téged hogy hívnak meg, te ki vagy, neki vagy. Szóval azért ez hihetetlen erős amatőrizmus volt, tehát amit Maradona, mint játékos, soha nem engedett volna meg magának, hogy ennyire alfabéta legyen. Ő sikerült egy olyan társaságot, arról, hogy az irányító középpályást otthon hagyom, hát az a legtermészetesebb, hát mi a fenének oda, hát az is ugye interjátékos. Hadrugdossák olyan ilyen egydimenziós futballisták, akik csak oldalra meg hátra tudnak játszani, ha passzolgassanak, és akkor lesz belőle, hogy kijön egy kölyök csapat a német részről, és 4-0. Azért valamit még megcsináltam, merő kalandvágyból kiírtam, hogy egy eredménysort egy perc. Azt mondja, hogy Brazília 1-3, Chile 0-1, Paraguay 0-1, Ecuador 0-2, Kolumbia 1-2, Bolívia 1-6. Ez argentinoknak néhány eredménye a selejtezőkből. Na most mi a búvánatos fényfenét vártunk tőlük, amikor ezeket az eredményeket már leírhattuk? Most tényleg őszintén. Tehát amikor nekem valaki, kb. 15 fogadást nyertem, már tényleg vagyunk dongóval, légyel, meg lepkével, a krémesekre mindenki oda jár hozzánk. Már azokban fogadtam sajnos, hogy nem lesz Brazília-Argentina döntő. De mit lehetett várni ezek után? Most jó, most azt a 6-1-et, amikor már ők tovább jutottak, tehát a negyedik hely volt, vegyük el. De hát azért Kolumbiával, meg tudom, Ekvátorra. Itt meg kell állni. Mindegy, ennyi dicséret után, amit Maradona kapott, most jöjjenek a bírók, ők kerülnek terítékre, jönnek a legrosszabb ítéletek.